Mit tegyünk, hogy megőrizzük egészségünket, hogy ne fogjon rajtunk a stressz, legyen hatékony védekező módszerünk, és bármilyen helyzetben megvédhessük lelki egyensúlyunkat? A kérdés úgy szól, hogy milyen módszerek állnak rendelkezésre, és én ott szeretném kezdeni, hogy lehetőleg mielőtt módszerhez folyamodunk, talán azokat az egyszerű kézenfekvő eszközöket, amik ott vannak a mindennapjainkban, azokat próbáljuk már tudatosítani és felhasználni. Egy Antonovsky nevű szerző, akinek a nevéhez a nagyon érdekes fogalom salutogenezis tartozik. Ő ajánlotta a figyelmünkbe azt a nézőpontot, hogy ne patogenezis, ne a betegség keletkezésének folyamata iránt érdeklődjünk, hanem az Istenért egyszer már gondoljuk végig, hogy ott állnak rendelkezésre olyan eszközök, hogy mi tart egészségben, akkor kutassuk azt, mi az, ami megtart, mi az, ami elősegíti a jobb közérzetünket, a mentális, lelki egészségünket, és ami a stresszekkel való megbirkózást is lehetővé teszi. Ez a fogalom, hogy salutogenezis, vagyis hogy az egészség keletkezésének és fönnmaradásának a folyamatát kutassuk, nagyon gyümölcsözőnek bizonyult, mert ide köthető az egészségtudatosság fogalma. Talán első közelítésre furcsa a fülünknek ilyet hallani, de nagyon fontos dologról van szó. Tudod-e, hogy mi tart téged egészségben? Nagyon különös, de nem meglepő azért mégsem, hogy sorra igazolja a tudomány azt, hogy ami jó életminőséget ad, ami derűt, ami örömöt csiszol a lelkedben, amitől kicsit jobban érzed magad, ezek mind valahogyan az egészség megerősítő tényezői. Ha az örömközpontunk az agyunkban, nukleus accumbens, picike szürke állományú mag izgalomba kerül, akkor például az egész szervezet egész máshogy fogadja azokat a behatoló ágenseket, ingereket, amelyekből az agyunk dönti el, hogy aztán mit csinálunk. Distressz lesz, ártalmas stressz lesz belőle, vagy éppen boldogságos pillanat az életünkben, ami ugyanúgy kifényesíti a lelkünket, és fölfokozza a szimpatikus idegrendszeri aktivitást, és ugyanakkor semmiféle olyan következménnyel nem jár, mint a szimpatikus idegrendszer begerjedt aktivitású állapota, ami bizonyos esetekben például szorongáshoz vezethet. Mikor beszélhetünk szorongásról, és mit jelez ez az állapot a szervezet számára? Ér egy behatás engem, már akármilyen ingerről van szó, megszólítanak váratlanul. Mindjárt, ahogy a beható inger elér hozzám, van egy csodálatos kis szürkeállományú agy rész, magvacska, aminek igen-igen nagy a jelentősége, hipokampusz, a kis lovacska agyunk, ez onnan kapta a nevét, ugye a hipokampusz, ami egyébként Freund Tamás jeles tudományos munkáinak a központi tárgya, ez a kis szürke állományú, de óriási nagy hatalmat képviselő agyi központ. A hipokampuszban egyszerűen van egy olyan kapufunkció, így nevezzük ezt kapufunkció, képzeljük el, hogy jönnek az ingerek, beengedjem, ne engedjem, elég újszerű, eléggé új ez nekem, milyen ez nekem? Megtörténik, ugye, a mérlegelés fontos ez nekem? Ez az első számú. Fontos vagy nem fontos? Ugye ezt el tudjuk képzelni, akár tudatosan is, fontos, nem fontos, hogy ez érzelmileg minket hogy érint, és a második az, hogy ténylegesen érzelmileg hogy vagyok vele. Most lehet olyan, hogy fontos, de nem nagyon jó érzelmileg, de lehet, hogy fontos és jó érzelmileg, hát akkor nagyszerű, beengedjük ugye ezeket az ingereket, és akkor jön az összehasonlító funkció. Ez ennek a parányi csodára képes kis szürke állományú magnak a funkciója. Az összehasonlító funkciót úgy kell elképzelni, hogy ebben a kis szürke állományú magban mióta csak a sejtcsomóként létezünk, minden emlék, jel, esemény, minden tárolva van. Mégpedig a hologramot muszáj említenem, Gábor Dénes felfedezése, ami szerint egy parányi részben a nagy egész tökéletesen benne foglalt, tükröződik is. Na így van a hipokampuszban az összes emléknek egy olyan, úgy nevezzük ezt, hogy előemésztett, elrendezett, hálózatos kapcsolatokban rendezett hatalmas tára, hogy gyorsan megnézi, megkeresi, van hasonló, van mit tegyek a helyzetben, ó, hát ha van mit tegyek, és jó is nekem, és fontos is nekem, hát akkor egyszerűen boldogságos pillanatok következnek.
érkeznek, mert ugye akkor tudok mit tenni, ráadásul még örömérzet is társulhat hozzá. De van, amikor nincs mellette nagy örömérzet, de tudom, hogy jó, izgultam, ugye megvan a megfelelő aktiváció, de tudok mit tenni, ott a megoldás, megcsinálom, amit kell, válaszolok, elintézem a dolgokat, és így tovább. Lehet, hogy izgalmat keltett kicsit, de hát ez természetes, hogy kicsit izgalmat keltsen, mert ezek azok a természetes ingerek, amik miatt egyszerűen az agyunk sejtjei épp úgy edzésbe vannak, mint a mozgató rendszerünk, amikor járunk. Hát ha ülnénk mondjuk heteket egy fotelba, hát a végén már fölállni se tudnánk. Ha az agysejtjeinket nem tréningeztetnénk, nem használnánk, bezápulna az agyunk, mi lenne velünk? Elhomályosodik az a belső készlet, amiből élünk, és a kapcsolatok elsivárosodnának, elsorvadnának. Szóval akkor van ez, amikor tudok megoldást, de és jön a kritikus pont. Nincs megoldás. Nagyon rossz, beszorult helyzetbe kerülök. Közben az én okos idegrendszerem mit csinált? Fölkészítette a szervezetet arra, hogy figyelj, akció következik. És úgy hívjuk ezt, hogy neurohumorális tengely, ugye a hipofízis, hipotalamus, hipofízis, mellékvesekérek tengely, ugye ez az a hadászati kifejezéssel élve a stressz harc modorát meghatározó, hogy mit csinálok én egy ilyen behatásban. Ugye ez a tengely egyrészt idegi úton, másrészt hormonális úton beindítja az én védekező rendszeremet. Nem csak védekező, hanem az aktiváló rendszeremet, hogy figyelj, akció következik. Nagyon okos a szervezetem. Na de mi van akkor, hogyha következne, de nem tudom, mit csináljak? Akkor beszorulok, akkor seképp se hangállapotába kerülhetek, és mivel a memóriatár ugye ebben a hipokampuszban ott van, ahol izgalomba kerültek azok a sejtek, hogy stop, nem tudsz semmit csinálni, ne menj sehova, na így az agyam is ilyen módon sehova se tud elindulni az emlékkeresésben. Innen jön, hogy azt szoktuk mondani, debilizáló szorongás. Szóval, hogy elbutulok egy pillanatra, vagy egy kis időre a nagy stressz hatás alatt, hogy jaj, mit csináljak. Most ez a kétségbeejtő állapot, amikor a test is diszkomfortérzéseket él át, és amikor a tehetetlenség szorítása megbénítja bennem az akciókészültséget, ugyanakkor ez az akciókészültség fönn áll, ezt kell megértenünk, hogy rákészültünk arra, hogy az izmaink feszüljenek, mert akció. A szívünk gyorsabban dobogjon, a vérnyomásunk menjen fel, a májból a cukrok és a zsír, mint tartalék, hát éget, és következik akció, kiszabadulnak, bekerülnek az érpályába, és akkor mi van? Nem is csinálok semmit. Beszorulva úgy maradok. Nyilvánvaló, hogy ez az állapot nagyon hátrányos a szervezetnek, és ha ez krónikusan fennáll, akkor bizony az a fajta kimerülési állapot következhet be, amit már a stresszkutatás jelesei mind leírtak, Cannon nevét, Shea nevét kell említenem. A szorongásról beszélgetünk, ami ugye a stresszre adott belső válasz. Mi és ki szabadíthat ki bennünket ebből a beszorult, tehetetlen állapotból? Vannak olyan nagyon-nagyon pozitív, önsegítő, lelki segítő módszerek. Ezeket az angol szakirodalom nyomán coping, megküzdési mechanizmusoknak, módoknak nevezük, ilyen lelki megküzdési mód nagyon-nagyon sokféle van, és minél többféle van, annál szerencsésebb vagyok, mert annál inkább ki tudom magam szabadítani. Olykor mókásan úgy, mint Münchhausen, hogy a hajánál fogva a mocsárból saját magát kihúzza, megmosolyogjuk, de nagyon is megvan az emberben az a lehetőség, hogy akár viccet, tréfát, humort fordítva a tragédiából, ki tudja magát szabadítani a nehéz helyzetekből, és gondoljuk meg, az élővilágban egyedül az embernek áll rendelkezésére ez az önmagát kiszabadító, tehermentesítő, megváltó önsegítés, amikor is elhumorizáljuk, amikor is a súlyosból éppen nevetségest alkotunk, és ezek az átfordítások tulajdonképpen szemléletváltások ugyanarra a tragédiára, amire tulajdonképpen nem is tudnék, hát néha olyan tragédiák fordulnak elő az életünkben, hogy valakit elvesztünk, munkánkat elveszítjük, és így tehát a veszteségek különösen a megfordíthatatlanok, egészségvesztés, nem tudok mit tenni, mert előállt egy állapot, és azzal úgy kell szembenéznem, hogy nem reménykedhetem abban, hogy igazi megoldás van. Carl Gustav Jung, a múlt század elejének egy jeles pszichológusa egyenesen azt mondta,
Konfliktus az, amit nem tudunk megoldani. Amit meg tudunk oldani, azt ne nevezzük konfliktusnak. A valódi konfliktus arról ismerszik föl, hogy benne minden résztvevőnek a maga szemszögéből igaza van, és ezért egy igazán pozitív kimenetel nincs, mert hogy járjon jól minden résztvevő személy, márpedig a konfliktusaink és a distressz, vagyis az ártalmas stressz állapotaink zöme emberi kapcsolatokból ered. Emberek betegítenek meg, de így hála Istennek ugyanezek emberi kapcsolatok azok, amik segíthetnek, és amik gyógyíthatnak. Milyen lelki megküzdésmódok vannak? Kik a győztesek a stresszel való megküzdésben? Amikor van megoldás, akkor azzal már ne foglalkozunk, mert hát ugye az természetes, hogy persze megoldom a helyzetet, örüljünk, ha meg tudjuk oldani. De mikor nem tudjuk megoldani, mikor ott vagyunk beszorultan, akkor is vannak pozitív megoldások, amit saját magunkban, mert a környezetet nem tudom megváltoztatni, mit csinálok? Hát egyetlen esély, hogy valamit belül kezdjek magammal, magamon, és hogy változzam meg én úgy, hogy elviselhetővé tegyem a helyzetet. Na most sajnos ennek a belső ilyen küzdelemnek van egy úgynevezett érzelmi csatornán való megoldása, ami nagyon kártékony, mert ugye fölkorvácsolt érzelmek, aprehenzió, hibáztatás, a másik hibáztatása, megvádlása a világnak, a környezetnek, önmagam megvádlása, egyre mélyebben belemerülök, megpróbálok szabadulni, drogokat, gyógyszereket használok, inni kezdek, drogozni kezdek, stb. Ezek olyan kártékony, nem nevezem megoldásnak. Ezek azok a negatív kimenetelű utak, amelyeket jó volna elfelejtenünk, hiszen azt mondhatjuk, van megoldás. Hogy elébb azt mondtam, nincs megoldás. Hát mégis volna megoldás? Van, mert itt van az emberi szellem és tudat diadala, hogy a legsötétebb helyzetből is ki tud szabadítani. És akkor vegyük ezt az egyszerű fizikai példát. Itt vagyok, lépni nem tudok. Meg se tudok mozdulni, úgy be vagyok szorulva, közben rettentően bánt a helyzet, amibe beszorultam. Megszégyenítettek. Ez ugye nagyon súlyos az emberi kapcsolatokban, a megszégyenítés. Megbélyegeztek, kizártak, kiközösítés, belehalhat az ember. Ezek a legsúlyosabbak. Vagy egyszerűen csak beleszorulok egy olyan konfliktusba, hogy tisztességes maradjak, vagy érvényesüljek. Na, el kell döntenem, mit csináljak. Nagyon éget a dolog, égeti az agyam, képletesen szólva. Most akkor mit csináljak? És akkor jön az a megoldás, ami az úgynevezett felülemelkedésben vagyok a térben, szinte beszorítva, de ha sem erre se tudok menni, oldalazva, előre, hátra sehova, hát felemelkedni még mindig tudok. Na akkor nézzük, csak ez a felülemelkedés kópingja. Rá tudnék-e nézni egy kicsit úgy erre a helyzetre, hogy na nézzük, csak ott van az én problémám, és itt vagyok én. Ezt úgy nevezi a pszichológia egy diszociatív mechanizmus, mert elszakadok attól picit azért, hogy jobban rá tudjak tekinteni, minthogyha hegytetőről nézném a tájat, világos, hogy a perspektíva sokkal nagyobb, ha hegytetőről nézem. Na most nézzek rá akkor arra a dologra, hogy hogy is vagyok én ezzel, és akkor mindjárt jobban latolgatni tudom az érveket, mert már az a beszorultság, amiben voltam, ezzel, hogy kiszabadítom magam, hogy fölébe kerülök, ezzel rálátom. Tudnék egy picikét még följebb emelkedni? Igen, hát például tudnék-e egy olyan optikát fölvenni, hogy egyszerűen ránézek, hát milyen egy röhelyes helyzet ez? Hát ez elképesztő. Én velem történhet ilyen? Velem? Ez? Na hát akkor csináljunk egy viccet ebből. Figurázzak ki, kit, saját magam, hogy figurázzam ki? Azt, hogy tulajdonképpen a helyzetből, ami tragikus volt, bohózatot csinálok. És így ki tudom magam szabadítani abból a helyzeti feszültségből, ami az agyamat meggátolta abba, hogy józanul gondolkodjam a saját ügyemről, és természetes, hogy ebben, ahogy fölül emelkedem, a perspektíva rögtön behozza a látványba azt, hogy vannak itt embertársak is, hát hoppá, hát nem vagyok én itt egyedül. Kik az én referencia személyeim? Ugye ezek a fontos személyek hogy ítélnek meg? Minden embert, akinek van lelkiismerete és van egy minimális társas érzés, foglalkoztatja, hogy hogy van a másik, hát mit mond róla referencia, tekintés személyek, vagy olyanok, akiknek barátok, vagy szeretteink, akiknek fontos az ítélete. Mindjárt sorba, számba tudom venni fejembe is, hogy mit szólnának hozzá, ha én tisztességtelen útra mennék. Mit szólnának hozzá, ha tehát latolgatni tudom, rögtön sok tényezőt figyelembe veszek, és hát ott vannak ezek az emberek. Hát elmehetek hozzájuk, hogy azt mondjam, figyelj, bajba vagyok.
Nagyon beszorultam. Na akkor most gondolkodjunk együtt. És a társas támasz coping az egy annyira fontos és pozitív, hogy egymagában ez. Ha van valakim, van valaki, aki fontos, de aki tud is figyelni rám. Nem az, aki leráz és azt mondja, hogy menj a konfliktusoddal, ahova akarsz, nekem is elég a magam baja, hanem aki valóban veszi a fáradtságot, szeret engem, odafigyel rám, együtt gondolkodik velem, még az is lehet, hogy ketten se jutunk nagyon messzire, de már van egy megosztása a feszültségnek, és már a lelki rendszer tehermentesül. Mert ugye most arról beszélünk, hogy hogy lehet a testi-lelki rendszert úgy megkímélni, hogy ne betegedjen bele a distresszbe. Az, hogy egy szorított világba agyon vagyok bombázva a stresszekkel, amiből egy csomó distressz van, hát valahogy meg kell ezt oldanom úgy, hogy legalább a kártékony, engem megbetegítő feszültségeket csökkentsem. Ám bár az egészségpszichológia nagyon kedvesen azt üzeni nekünk, figyelj, hát azért a distresszeket te ki akarnád zárni az életedből, akkor legjobb, hogyha egy kicsit ritkítod a találkozás sokat a munkatársaiddal, és ritkábban látogatsz haza a szeretteidhez. Hát ez, ahogy van képtelenség, nyilván nem tudjuk megtenni, és akkor azt mondja egy Susan Seaman nevű, és még ráadásul van egy svéd kutatónő, Barbara Fredriksson, akinek a nevét említenem kell, hogy egységnyi distressz, és háromszor annyi pozitív stressz, vagyis öröm, jó, ami ugyanúgy akcióba hozza a szimpatikus idegrendszeredet, de ugyanakkor sok-sok örömérzéssel jár, háromszor annyi, és megvan az egyensúly, nem betegsz bele az életbe, mert az életbe belebetegedhetünk azért, mert eszköztelenek vagyunk, magunkra hagyottak vagyunk, nincs kihez fordulnunk, magunkba se találunk megoldást. És milyen egyszerű megoldásokat nem tudunk, hogy a nevetés, a kacagás például, milyen immunstimuláns és mennyire oldja a feszültséget, és hát egy-egy kacajjal a ha-ha-ha, hát egyszerűen darabokra harapjuk a dühöt, az indulatot, és úgy kiadjuk. Olyan feszültségektől tudunk megszabadulni, amik egyszerűen mérhetők az idegrendszerben, hogy milyen a tehermentesülés. Ugyanakkor stimulálják az immunrendszert, az endorfin termelést, az örömhormon termelést megcsiklandozzák. Hát csupa jó, ami a nevetéssel jár, és mégis a mosolytalan és olyan savanyú a nemzedékünk. Valahogyan nézzünk már körül, hova lett az öröm, az egymásra villanó szemek mosolya, hova lettek ezek a egymást limbikus rendszeri izgalomba tartó érzelmi üzenetek, amivel a szemkontaktus működik, hát hova lettek ezek? Nagyon vissza kell vennünk ezt a kultúrát. A beszélgetésben elhangzott az, hogy szemléletmódunk, beállítódásunk, gondolkodásunk és ennek megfelelő elvárásaink döntő módon határozzák meg életünk minőségét, egészségünket, küzdőképességünket, lelki és testi erőllétünket. A pozitív, optimista gondolkodásmódot hogyan sajátíthatjuk el? Az optimizmus világszemlélet. Az sokkal több, mint egy kis beállítódás, hogy most kacagok rajta, vagy nem. Nem, az egy olyan mély hitbe ágyazott, meggyőződésbe, hitbe ágyazott. És hát hinni az emberi lénynek valamiben kell. Mert hit nélkül tönkre megy az életünk. Mibe hiszünk? A jövőkép is hit. Miért tudom, mi lesz velem a jövőben? És mégis, ha reménykedem, egészségesebb maradok. Az egészségpszichológiai vizsgálatok azt igazolták, hogy 10 évvel ezelőtt kardiálisan veszélyeztetett emberek követik őket, hogy van jövőképe, bízik az életében, bízik a jövőjében, és mit ad Isten, aki bízik a jövőjében, pedig csak hisz, mibe? Hát, belelátott a jövőjébe, nem? Csak rátette a reménységét, rátette a hitét, és egészségben marad, míg a másik kiborul és kidől a sorból. A pessimista embernek nincs jövőképe, hol legyen az a húzó erő, amelyik szinte viszi az életúton, hogy dolgod van a világban, küzdj, megéri, elérhetsz valamit, és enélkül a jövőkép nélkül elsorvadunk lelkileg és fizikailag egyaránt. Tehát fontos, hogy tudjuk, jövőkép, bizakodás, reménység, hit, de se jutottunk oda, hogy ha haladunk fölfelé ezen a felülemelkedés tengelyen, még oda is eljuthatunk, hogy a hit legáltalánosabb értelemben. Hit az életben, hit az értékekben, hit egy magasabb erőben, hit abban, hogy oda tartozunk valahová abban a világban, amiben nem lehet véletlen, hogy belepottyantunk, minden embernek lehet célja, rendeltetése, valamire törekszik. Mit akarsz megvalósítani az életedben? Hát ha eddig nem tudtad, nem gondolkodnál egy kicsit rajta, miért? Ha másért nem, azért, hogy egészségbe maradj. Mert aki meg tudja tervezni,
tervezni a jövőjét, akiben van egy olyan hit, ami irányulhat a közvetlen jövőre, irányulhat az egész életére, és irányulhat arra, hogy az életen túli. Hát itt már csak szintkülönbségek vannak, hogy meddig engedem a hitet, hit az kicsibe is, hit az nagyba is, az már hit, vagyis nem tudom természettudományos eszközökkel bizonyítani, akárhogy szeretném. Tehát hit valamiben, ami a legmagasabb rendű. Elvégre miért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne? Igenis, otthonunk a világ, olyan otthonunk, ahol a világ egy hatalmas egység, és szerves részei vagyunk. Hogy szerves részei vagyunk, akkor azt jelenti, hogy ebben a hatalmas világrendszerben, ahol én is a puzzle egy kis eleme vagyok, megvan a helyem. De akkor megvan a dolgom is. Hát akkor találjam meg a dolgomat. Mi az én dolgom ebben a világban? És így, ha csak egyénenként, személyes felelősséggel megtesszük azt, hogy megfogalmazzuk, és mondd, te miért élsz a világban? Van neked valami magasabb célod? És az is kiderült, Csíkszentmihályi Mihály, hazánk fia, chicagói boldogságkutató, aki hát most a második könyve jelent meg magyarul, és elkápráztat minket olyan üzenetekkel, amiket tudunk, hát eddig is tudtuk, de most aztán tudományosan abszolút igazolt, hogy minél inkább transzcendáljuk magunkat, azaz transzpersonálisan, transz az átkeresztül, a persona meg személyiség. Tedd át magad a saját határaidon, keressél már ott elől valahol, a jövőben, vagy itt a te környezetedben valami olyat, amibe beleteszed saját magad. Lelki erőidet, szellemi erőidet, akaratodat, érzelmeidet. Ne csak saját burkodon belül, mint egy Mónász a leibnizi filozófiában, Mónászoknak nincsenek ablakaik egymásra, mondja. Szóval ez a rémes világ, ahol nem is törődünk egymásra. Nyisd ki az ablakaidat, és nyújts ki a kezed a jövő felé. Ezt meg egy Kelly nevű, George Kelly nevű, nagyon híres kognitív pszichológus, a kognitív pszichológia személyiség elméletének a megalapozója állította. Nyisd ki az ablakon a kezed a jövő felé, nyújj arra, amerre hasznára lehetsz önmagadon túl másoknak is. És ezzel, hogy transzcendálom saját, transzpersonális dimenzióba átlépek, hogy segítek másokon. A segítés például nem is tudtuk eddig, de most már tudjuk, aki szívből segít, annak az immunrendszere erősebb lesz a segítés végére, mint az elején volt. Vagyis segíts máson, magadon is segíthetsz, de mondjuk, ha máson segítesz, te magad leszel erősebb általa és egészségesebb. Hihetetlenül sokat tudunk most már, és ezért azt mondhatom, hogy a transzpersonális vagy spirituális pszichológia, ami csak annyit kíván, hogy ráeszméltet arra, hogy van neked valamiféle elképzelésed magasabb célokról, és egyáltalán meddig terjedsz? Saját jövődig? Életed végéig? Netán még tovább is merészkedsz abban, hogy miben hiszel? Hitbeli szintfokozatokról van szó. Aztán, hogy a hitben te mit teszel oda? Ha azt teszed oda a legnagyobb magaslatra, hogy ott van egy nálunk is magasabb erő, legyen a te hited szerint, mert a hited megtart téged, és a hithegyeket mozgat meg. Nem csak a Biblia üzeni. Igazolták azt például, hogy súlyos betegek megvárták a halálukkal a szeretteiket. Számos bizonyíték van. Hogy Schiller például, akinek már nem volt egy épp tüdőszövete, be akarta fejezni az utolsó művét, és amikor fölboncolták szegényt, nem találtak egy alkalmas légző területet a tüdejébe, és egy alkalmas méregtelenítést a májában, minden szanaszét volt már. És azt mondták az orvosok, mi tartotta életben? Hát a hite tartotta életben. Vagyis, hogy az, ami olyan belső meggyőződés, egy Dilts nevű pszichológus, aki egy piramis rendszert épített föl, hogy a self, az identitás, aki te vagy a világban, mi az, ami leginkább a te lelki gerincedet meghatározza. És igazolta azt, amit most én nem részletezhetek, hogy a legmagasabb szinten van az a hit és meggyőződés, ahogyan te a világban elhelyezed magad és embertársaidat. Ahová te helyezed magad, és hogy vajon van-e egy olyan magasabb hite, ami valahogy egy nagyobb erőnek alárendeli a te életedet. Vagyis rendszer szemléletű vagy-e, hogy azt mondod, ez egy rendszer szint, van magasabb, meg még van magasabb, és ameddig az én látó képességem terjed, ameddig az én vizsgálati lehetőségeim terjednek, még meg is tudom ezt a valóságot valahogy vizsgálni. Na de hát azért, mert nem tudom megfogni, én nem fogtam meg a marsot soha, de elhiszem a tudósoknak, hogy az van, mert igazolták. De lehet, hogy egyre távolabb jutunk, egyre magasabbra az igazolásokban. Én csak egyet szeretnék kiemelni.
A hit megtart bennünket, egészségben tart. Így a felülemelkedés kópingjában először kiszabadultunk, függőleges tengelyen, ezt nevezük transpersonális vagy spirituális tengelynek, kiszabadulunk egy lépéssel, rátekintünk a bajra. Kiszabadulunk még egy lépéssel, megfordítjuk az egészet, és humort csinálunk belőle. A humoristák civil léleggyógyászok. A depressziónak az egyik legjobb orvossága a humor, mert az abszolút képtelent fordítom meg, például egy veszteséget, fordítom meg úgy, hogy nevetek rajta, önön bajomat kinevetve, a legtöbbet teszek, amit csak tehetek a lelki épségemért. És még egy, hogyha még magasabbra megyek, akkor már van világnézetem, van filozófiám, és akkor én tőlem nyugodtan bárki, lehet ateista, én nem az vagyok, de lehet bárki ateista, én ezt valahogy olyan szomorúnak tartanám azt a filozófiát, hogy megszülettem, dolgozom, mint a hangya, némi öröm az életembe, aztán gödörbe kerülök, puff, és a mi lesz belőlem. Ugye, hát mik vagymuk? Por és homu vagymuk. Ugye ismerjük a legelső írásos emléket, a magyar nyelvi emléket. Úgyhogy por és hamu, igen. De hogy ugye, ha a szellem erejében hiszünk, ami mondjuk hitem szerinti, akkor valahogy bebizonyosodik, hogy mennyivel könnyebb és jobb élni, és bebizonyosodik az, hogy a hite az embert mégiscsak megtart. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Közélet című műsorunkban, melyben dr. Bagdi Emőke szakpszichológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológiai tanszékének vezetőjével beszélgetett, a mai adás szerkesztője dr. Somogyi Kinga. A beszélgetés folytatását február 22-én pénteken hallhatják délelőtt 10 óra 5 perctől. Búcsúzik önöktől a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Fehér József nevében is a műsorvezető Zlinszky Ferenc.